A Beregszászi járási máltai szeretetszolgálat a háború kezdetétől aktív részt vállal a válság kezeléséből. A menekültek Kárpátaljára és a határállomásokra történő érkezése óta 24 órás szolgálatot tartanak az Asztély-Beregsorány határátkelőnél. Több mint 70 ezer ember ment át Beregsorány környékén, akik többsége nálunk is megjelent a rendszerünkben. Igyekeztünk folyamatosan számukra élelmiszert adni, illetve információt, hiszen a legfontosabb, aki átmegy innen, hogy vagy legyen hiteles információja, mi várja a másik oldalt. A másik oldalon, Magyarország oldalán a Magyar Máltai Szeretetszolgálat igyekszik koordinálni, segíteni az ő további életüket és eljuttatásukat, a számukra szükséges segítséget megteremteni, illetve minden olyan kérdésben igyekszünk együttműködni a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, ami segíti az ő további életüket. A humanitárius segélyszállítmányok koordinálásával kapcsolatban is kiveszik a részüket, és az elmúlt időszakban 81 szállítmánnyal csaknem 100 tonnányi adományt juttattak a rászorultak számára a hágón innen és túl. Nagyon jelentős támogatást sikerült adnunk belső Ukrajna felé is. Két kamionnyi szállítmányt juttattunk el Lembergen keresztül tovább a rászorulók számára. Illetve Kárpátalján csak kizárólag a menekülteket igyekszünk első körben ellátni, tehát olyan helyeknek adunk segélyszállítmányt, amelyek ahova beköltöztek gyerekek valahonnan a hágon túlból, illetve gond van az ellátásukkal. Tehát ezeket jelzik felénk, és igyekszünk akkor megfelelő szállítmányt összeállítani. A szeretetszolgálat kidolgozott egy adományosztási digitális rendszert, amelyet a későbbiekben minden adományosztópont integrálhat majd, annak érdekében, hogy mindenki egyformán részesülhessen a támogatásokban.